Sziasztok! Na hát a mai nap az egy kis rendrakással telt így magam körül, ugyanis itt fogunk most forgatni egy L'Oréal anyagot, és Alex nem sokára ide fog érni, 10-re jön. Ő egy fotós és videós, nagyon sok videós kampányban dolgoztunk már együtt, és nagyon sok olyan kvázi kisfilm van, amiket márkáknak csináltunk már együtt, úgyhogy nagyon-nagyon jól dolgozik, és ebben a L'Oréal kampányban is ő fog nekem segíteni. Egyébként azért nincsen smink az arcomon, mert sminkelni fogok ebben a videóban, és ha minden jól megy, akkor ezt majd YouTube-on fogjátok látni ilyen kis hirdetésekben a videók előtt. Szóval elég izgi. Ennél a videónál a koncepció az egy otthoni smink elkészítése volt, szóval ezért gondoltam arra, hogy akkor csak így egyszerűbb, hogyha tényleg így nálam leszünk. Úgyhogy majd Alexen megbeszélem, hogy így leszedjem-e a karácsonyi dekorációt, vagy így a képeket, vagy hogy mi legyen, mert amúgy ez nem egy karácsonyi kampány úgy hivatalosan, szóval ezeket majd így mind átbeszéljük együtt, minden esetre ez lesz ma 10-től kávé délig, és délre pedig jön át hozzám Zóra, ugyanis ő fog nekem segíteni egy másik kampányban. És este pedig lesz órám, mert szerdán lett volna, de a tanár nem ért rá, úgyhogy áttettük péntek estére, úgyhogy egy jó kis péntek esti sulizás vár majd ma még rám. Na, Alex haza is ment, én pedig ezt az egyszerű, de nagyszerű sminket készítettem el a videóban. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek a végeredményre, viszont nagyon profi volt minden, szokás szerint egyszerűen így láttatok, hogy például a lámpa annyira jól megvilágította az arcomat, hogy csak így behúztuk a függönyt, ez így tökéletes háttér volt, úgyhogy minden így nagyon szépen sikerült. Most pedig, míg várok Zórára, neki fogok állni egy mézes kalács tésztát összedobni, hogy azt tudjuk majd gyúrni, meg szaggatni. A receptet pedig lerakom nektek a leírásba amúgy, mert most már ez így több éve bevált vegán mézes kalács recept. A leírásban majd látni fogjátok, hogy a folyékony édesítőszert is odaírtam ugye az összetevők közé, én például agavé szirupot szoktam használni. De nekem közben megjött egy vintage csomagom, úgyhogy ezért most el fogok menni, egyébként kesztyűt rendeltem, de majd megmutatom. Amit szóval, ha tudjátok, akkor a Vintiden így használtan lehet venni ruhákat, illetve különböző termékeket másoktól. Szóval ja, rendeltem egy kesztyűt, és most azért elmegyek, meg még be kell szállnom a DM-be pár dologért. Na, az óra időközben hazament, én pedig elkezdem ebbe a dobozba belepakolni a mézes kalácsokat, amiket sütöttünk, mert abban maradtunk, hogy majd legközelebb kidíszítjük őket, csak most nem volt már se erőnk, se időnk erre, ugyanis nekem mindjárt kezdődik az órám, ami ugye ismét online lesz. Ja, és még ki akarom nyitni gyorsan a csomagomat, ami jött, amiben ugye a kesztyűm lesz. Ez egy zarás kesztyű, ami csak így kb. Fele annyiért jutottam hozzá, és még a címke is rajta van, szóval egyáltalán nem használt, és amúgy Lengyelországból vettem meg valakitől. Szóval így néz ki, és ilyen műbőrkesztyű, és csak így annyira tetszik, úristen!
Na most, hogy véget ért az órám, beszélhetünk a mai témánkról. Mert arra gondoltam, hogy sima videónak talán így uncsi lenne, vagy nem állná meg a helyét, de így a vlogmaszben szerintem érdekes lehet, hogyha beszámolok arról, és megmutatom, hogy milyen videós és fotós eszközeim vannak, mi az, amit ajánlanék másoknak, mi az, ami egy kezdő youtubernek, vagy esetleg tartalomgyártónak tök hasznos lehet, hogy ezeket honnan szereztem be, és amihez tudok, mondok majd árakat is. Az egészet talán kezdjük azzal, hogy nyáron lesz, ez nagyon durva, jövő nyáron lesz 10 éve, hogy videókamera elé ültem először, vagyis hogy youtuber lett belőlem, szóval ez így 10 évnek a termése, amit itt láttok. Értelemszerűen az elején még így apukámnak a kameráját ragadtam meg, úgyhogy ő adta nekem akkor még így kölcsön az ő eszközeit, viszont ahogyan növekedtem, jobb eszközökre volt szükségem, és azokat már magamnak vettem, úgyhogy most megmutatom, hogy milyen kameráim vannak, mert talán ez az elsődleges. De hozzátenném, hogy nem kell kezdőként egyből több százezres kamerára és objektívra költenetek, mert én azt mondanám, hogy a telefon, amit kiemelnék, mert hogy én ezt is egy kamerának számítom, főleg munkaeszköznek a telefonomat, ez egy iPhone 13 Pro, és sokszor írtak nekem, hogy a kamerám, vagyis hogy a videóimnak a minősége, amiket mondjuk sztorikba teszek, az hogyan ilyen jó, milyen telefonom van, és hogy hogyan csinálom, és amúgy tényleg rengetegen írtak erről, amit így nem is értek, mert nem csak vele semmi extra, csak simán felveszem videó üzemmódban a dolgokat magam körül, és aztán később, amikor időm van, akkor teszem ki sztoriba. Szóval, hogy külön a galériából töltöm fel a sztoriba a videókat, de hozzátenném, hogy ennek a telefonnak például én abszolút meg vagyok elégedve a kamerájával, a képekkel, amiket csinál, a zoommal, az opciókkal, így az első kamerákkal is, szóval így mindennel. Szóval, hogyha a tartalmaid mondjuk YouTube vlogok, TikTok, Instagram, már mi, akkor amúgy egy jó telefon, egy jó kamerával rendelkező telefon is elegendő lehet a legelején. És most azért Apple terméket emeltem ki, mert nekem az utóbbi években mindig iPhone-om volt, és abszolút elégedett vagyok vele, de ezen kívül biztos vagy benne, hogy van más márka is, aminek jók a kamerái, szóval ezt mindenki maga kérdezzen utána és nézzen utána, én emellett tudok egyenlőre pro érveket felhozni. Na viszont áttérve a valódi kamerára, ez a legdrágább kamerám, 2018-ban vettem. Ez egy Canon 80D, az objektív rajta 18-135mm-es, ez az alapobjektív, ami hozzájárt. Ezzel a géppel abszolút meg vagyok elégedve. Ez egy nagyjából 400 ezer forintos gép, legalábbis én most megnéztem a számlát, 2018-ban én ennyiért vettem, úgyhogy nem kerestem ki, hogy mai manapság mennyiért kapható, de hozzáteszem, hogy a mai napig rendszeresen használom, főleg fotózásokra. Nekem az elsődleges volt, hogy lehessen vele ugye nagyon jól fotózni, videózni, az, hogy kihajtható legyen ugye a képernyője, hogy tudjam magamat nézni videózás közben, hogy lehessen rá mikrofon tenni, akár fölülre, ugye, illetve még, ja igen, és még a wifi opció, ami fontos, mert van a Canonnak applikációja, és akkor wifivel rá tudok csatlakozni a gépre. Ez azért hasznos, mert így magamról is tudok fotókat csinálni, hogyha beállítom ugye az állványra a kamerát, akkor a telefonommal össze tudom kapcsolni, és nyomkodom a telefonomat, és ez meg ugye csinálja rólam a képeket, vagy egy fotózás után, hogyha nem jutok el egyből a laptopomért, akkor az applikációval le tudom ugye szedni a képeket a gépről, és egyből a telefonomra küldi. Nagyon szeretem, abszolút bevált, és van rá egy másik objektívem, amit utána vettem, ez egy Canon 50mm-es objektív, ami ugye főleg videózásoknál izgi, mert akkor nagyon elmossa a hátteret. Egyébként, szóval ugye a 400 ezer forint, amit mondtam, az így egyben értendő az objektívre is magára a vázra, de tudtok olyat is, ugye, hogy csak vázt vesztek, és akkor ahhoz másféle objektívet, vagy ugye az objektívből vannak, tényleg így határa csillagos ég, olyan árak vannak. De ami nekem még van, ja igen, a kamera, amiben most videózom, azt ebben a videóban, be fogom ide linkelni, talán egy heti vlog volt, nem emlékszem pontosan, de ebben a videóban volt az, hogy megérkezett, kinyitottam, megmutattam nektek, hogy milyen mikrofonnal is kipróbáltam, szóval egy időben rendeltem azt a mikrofont, ami most ezen a kamerán van. Ez egyébként egy Canon EOS M50, és tavaly, igen, egy éves. Kicsit több, mint egy éves, talán másfél éves, és nagyon-nagyon szeretem ezt a kamerát, sőt azt mondanám, hogy amúgy ezt a vlogosat többet használom ugye, mint a nagyot, mert ez is brutálisan jó fotókat csinál, szóval, hogyha olyan van, hogy hosszú napon van, nem akarok sok cuccat vinni magammal, vagy ilyesmi, de fotózunk, akkor ezt a kamerát viszem magammal, mert nagyon jók a fotó
a fotóknak a minősége, amiket csinál. Ezen kívül ugye ez is kompatibilis az applikációval, mert ugye ez is Canon termék. Ez a kamera egyébként szintén objektíven jött, és 220 ezer forint volt. Én ezt mondanám így a tökéletes kezdőkamerának. Nem mondom, hogy kezdő-kezdő, de ennek így a minősége videók, fotók terén, meg az, hogy kényelmes, hogy picike, de nem annyira nagyon picike, szóval egyszerűen csak így tökéletes minden szempontból, és ennek is ide kihajtható ugye a hátoldala. Szóval én ezt nagyon-nagyon tudom ajánlani bárkinek, aki egy konkrét kamerát keres. A mikrofont amúgy szintén, és az a kis állvány, amin van, várjátok, ezt akkor leveszem. Na most levettem a kamerát a tripodról, de egyébként ezen a Manfrotto a márkája ennek a kis állványnak. Ezt is, hát, pár éve vettem, szóval csak így tökéletes ahhoz, hogy fogjam, és akkor így vlogoljak, de főleg én azért szeretem, mert így van hova letenni a kamerát, és akkor így ugye tudom állítgatni ezzel a kis pöcökkel. Következő a videós állvány. Ebben a toppan van, ez egy Verbon állvány. És ez egyébként apukámnak az állványa. Jó pár éve most már nálam van, mert hát az elején még, hogyha otthon szüksége volt rá valami miatt, akkor hazavittem, de őszintén amúgy nincsen nagyon rá szüksége. Úgyhogy szerencsémre ez az állvány a mai napig nálam tud lenni, és én viszont nem mondom, hogy napi szinten, de hogy így heti szinten használom, hiszen rengeteg olyan fotó van, amikor ugye csak lerakom a gépet, és az állványom van, illetve a YouTube videók általában. Ennél vannak sokkal könnyedebb és olcsóbb állványok is. Én azért mondanám, hogy ez nagyon-nagyon bevált, mert volt olyan, hogy kültérre mentünk videózni vagy fotózni, és nagyon jó, hogy nem kell aggódnom, hogy esetleg elfújja a szél a kamerát, vagy hogy feldől, vagy bármi ilyesmi, mert hogy ez tényleg van annyira stabil, hogy kibírja és elbírja a kamerát. Szóval egy körlámpa az, ami most így éri mindenhol az arcomat, meg még így a háttérbe is amúgy jut belőle valamennyi. Megmutatom, hogy milyen lekapcsolva konkrétan ilyen nagy sötétség lenne, és az egészet úgy kapcsolom fel egyébként most, hogy így a hordozható töltőmbe csak így az USB-s végét beledugom. De ennek a körlámpának a linkjét azt nagyon sokáig kerestem, de nem találtam meg róla az e-mailt, és ezt kb. Egy vagy másfél éve vettem, úgyhogy nem is olyan régen, nem tudom, hogy miért nem találtam meg. Olyat ajánlok mindenképp, amelyiknek van ugye lába és eléggé magas, mert ugye ezt így még bőven lehet hova húzogatni felfelé, és akkor akár ugye, hogyha állok, akkor is nagyon jól meg tudja világítani az arcomat. Ezen kívül itt van rajta egy ilyen kis mobiltelefon tartó, szóval be tudom itt tenni a telefonomat, és nagyon jó ennek a lámpának például a fénye. Főleg Zóra szokta nagyon sokszor a saját lámpáját amúgy random fotózásokra elhozni, mert hogyha bármikor nem lenne jó a fény, akkor tényleg így a hordozható töltővel, szóval még konnektor nélkül is konkrétan így az utca közepén is le tudjuk tenni akár a ringlightot, és akkor érni fogja a fény ugye az arcunkat, vagy így bármit, amit szeretnénk mutogatni. És akkor, hogyha ennél komolyabb megvilágításra lenne szükség, hát idehoztam, de most nem fogom összeszerelni, csak meg akarom mutatni. Sőt, kettő softboxom van, mert így egy csomagban jött, úgyhogy van állvány. Van hozzá egy ilyen ernyő, amit ugye ki kell nyitni, és akkor ide középre megy bele az égő, szóval kicsikét így nagy. Ezzel az a probléma, hogy amikor még régebben talán olyan volt, hogy tudjátok, így egyszer leülök videózni, elmondok valamit, és aztán elpakolom az cuccokat, ez így tök jó. De amikor napi szinten videózok, vagy vlogokat veszek fel, vagy ilyesmi, akkor ez iszonyatosan sok idő ezeket összerakni, ráadásul nagy helyet foglal, eléggé problémás, főleg egy kis lakásban. Úgyhogy ezért döntöttem a ringlight mellett, illetve szerintem így a ringlight is elegendő, hogyha egyedül videózom. Hogyha az lenne, hogy így többen vagyunk, akkor szívesebben raknám fel így a kettő softboxot, és akkor ugye így két oldalra jönne a fény. Egyébként szerintem bárki, aki érdeklődik így a fotózás, videózás iránt, az tudja, hogy a lista az végtelen azoknak a termékeknek a listája, amiket így szívesen látnál. Vagy szívesen tudnám magadénak, mert amúgy, amint még nagyon-nagyon gondolkoztam, hogy vegyek-e az a mikrofon, amit csak ide lehet csiptetni így a ruhádra. Illetve vannak még vlogoláshoz így profibb kamerák, amiknek a stabilizátora nagyon jó. Ja, meg van ez a stabilizátor eszköz is ugye maga, a drónról ne is beszéljünk. Szóval, hogy vannak nagyon izgalmas termékek, de mindig, amikor valamilyet vettem, vagy veszek, akkor így abban gondolkoztam, hogy hosszú távon ezeket tudom-e hasznosítani,
és a legtöbb dolog az olyan, hogy ha nagyon szükségem lenne rá, akkor van kitől kölcsönkérni, vagy tudok esetleg bérelni, és amire talán sokan nem gondolnánk, de szükséged van rá, az a memóriakártya, vagy SD kártya a kamerákba, és nekem is van több is, amúgy lehetne még több, mert hogy mindig betelik, ja meg amúgy a pót akkumulátor is egy nagyon jó tipp, mert hogy mindig le fog merülni a kamera, akkor amikor szükséged lenne rá, mindig be fog telni a memóriakártya, akkor amikor pont nincsen nálad a másik, vagy nem tudsz róla törölni semmit, szóval ezekre érdemes még beruházni, hogy mindenből legyen pót. Na, azt hiszem, hogy mindent elmondtam, úgyhogy ezek a kis munkaeszközeim. És most pedig csinálok magamnak egy vacsorát. Na, amit ma vacsira készíteni fogok, az egy fokhagymás, spenótos tészta. Szóval olívaolajon fogom egy kicsikét átsütni a fokhagymát, illetve a spenótot, fűszerezem, és akkor megkóstolom a tésztát, amit annyit alkaptam. Na, íme a vacsi, még egy kis növényi sajtot tettem rá. Úgyhogy ezt most elfogyasztom, és közben a barátommal fogom sorozatozni. Na, nincs más hátra, mint lemosni a sminkemet, úgyhogy én is köszönnék mára. Remélem, hogy tetszett nektek a mai vlog, és találkozunk holnap. Sziasztok!